A metróhálózat bővítése jelenti az egyedüli kézenfekvő és egyben kivitelezhető megoldást a fővárosi forgalomra. Ezt állítja Gabriela Firja, a Szociáldemokrata Párt bukaresti főpolgármester jelöltje. A Bukarest az emberek által akart város elnevezésű programomban prioritást jelent a metróhálózat fejlesztése azokban a kerületekben is, ahol jelenleg nincs ilyen, valamint az Ilfov megyei településekkel való összeköttetés kiépítése is, mondja Gabriela Firja. A PSD bukaresti főpolgármester jelöltje kiemelte, hogy például a második kerületben a metró a legjobb megoldás a Pantelimon negyed lakosai számára. A fővárosi forgalomra a legjobb megoldás, hogy a forgalom nagy részét a föld alá tereljük, de nem alagutak révén, hanem a metróvonalak kibővítésével. Firja szerint lehetőség van az Európai Unió finanszírozási programjaiból lehívni a szükséges pénzforrásokat a metróhálózat kibővítésére. Az M5-ös, az M7-es és az M2-es vonalat is kiterjeszthetjük, mondta a főpolgármester jelölt.